Teherautó döntött ki egy tűzcsapot a városban, Suhai Pál volt a művelődés történeti társaság vendége, és ógyanlán járta a Vadvirág néptánc együttes. Ezek mai híreink, köszöntöm nézőinket! Fél kor érkezett a bejelentés a Pápai Vízmű ZRT Dispatcher szolgálatához, mi szerint a Gyimóti út végén több méter magasan, szökők útszerűen ömlik a víz egy tűzcsapból. A szakemberek a helyszínre siettek és a jelekből arra következtettek, hogy egy nagyobb teherautó, esetleg mezőgazdasági jármű dönthette ki a tűzcsapot. A vizet elzárták, a szükséges alkatrészek beszerzése után elvégzik a javításokat. A vízmű szakembereivel együtt a cég vezérigazgatója Vörös Dániel is a helyszínre érkezett, hogy felmérje a károkat és együttműködjön a rendőrséggel. A keletkezett anyagi kár az jelentős, tűzcsapnak egy értéke körülbelül 5-600 ezer forint körül van, plusz még ehhez jön hozzá, hogy a hibaelhárítás és az elfújtív ivóvíznek az értéke. A, a, valószínűleg ez egy ö, nagyobb tehergépjármű, vagy ö, mezőgazdasági gép, vagy bár olyan nagyobb gépjármű ütközése során ö, keletkezett ez a kár, ö, mivel hogyha a kisebb gépjármű ö, olyan nagy sérülés szemedett volna, hogy nem tudott volna elmenni a ö, helyszínről. A rendőrség kivonult a ö, területre, lehelyszínelt, vizsgálják a a térfigyelő kameráknak a felvételeit. Ezután kérjük a károkozót, hogy saját maga jelentkezzen, hogy a kárt rendezni tudjuk. Mint a vezérigazgató elmondta, egy ilyen káreset során akár több száz köbméter víz is elfolyhat. El is törött a tűzcsap a föld alatt, tehát hogy ezt ki kell ásni, egy új a tűzcsapot kell rakni, való, nem látjuk még a föld alatt, hogy a többi része mennyire sérült meg, lehet, hogy a idom, ez egy speciális IDOM, amin a tűzcsap áll, az nem sérült, de maga a tűzcsap toldó és a tűzcsap is tönkrement, tehát ezt ki kell cserélni, és ez nyilván költségekkel jár. Egy ilyen tűzcsapon percenként körülbelül 1600-1700 liter víz folyik el tehát nagy mennyiségű víz, tehát itt azért több tíz, esetleg száz köbméter víz is elfolyhatott a tűzcsapon keresztül, mire a bejelentéstől a kollégák ideértek, és el tudták zárni a tűzcsapot. Természetesen a szakemberek azonnal megkezdték a károk helyrehozását, hogy a szükséges alkatrészek beszerzése után ismét használható legyen a tűzcsap. Végül a vezérigazgató ismét megerősítette, hogy várják a károkozó jelentkezését. Suhai Pál volt a vendége a Pápai Művelődés Történeti Társaság Pegazus Név Főiskolájának. A Pegazus fészekben tartott összejövetelen szó esett többek között azokról a tankönyvekről, amelyeket ő dolgozott ki. Suhai Pállal Mátyus Aliz író lapszerkesztő beszélgetett. Suhai Pál magyar tanárként dolgozott, fontos volt számára, hogy a diákok értsék, értelmezni tudják a szövegeket, és szeressék az irodalmat. Az irodalom, a szép irodalom, az nem egyszerűen információ, az egy művészeti ág, és az pedig egy külön világgal létesített párbeszéd, vagyis mondhatnám triviálisan azt is, hogy élményszerzés, tehát hogyha ezt nem tudja az iskola megadni, akkor semmit sem adott. Suhaipál az élményközpontú irodalomoktatáshoz lefektette egy tankönyvcsalád alapjait. Munkáltató jellegű tankönyvcsalád, ennek pedig az alapja az, hogy csak azt tudom, amit el tudok végezni. Három kötetből áll a tankönyvcsalád. Az irodalom tankönyv gazdagon illusztrált, van egy művelődés történeti album, és egy szöveg, illetve feladatgyűjtemény. Ami a tanárt itt egy ilyen módszer esetében érdekli, az az, hogy a tanulónak mi a véleménye arról, amilyen amit a feladat nyomán ő a maga fejében maga le tudott szűrni. A 9. könyvek az Alterítás kora alcímet viselik. Ez a művelődés történeti megnevezése az ókortól a felvilágosodásig tartó időszaknak, hisz ezt öleli fel a kilencedikesek tananyaga, mondta a szerző. A Pápai Vadvirág Művészeti Egyesület meghívást kapott a felvidéki testvérváros kulturális rendezvényére. Az Ógyallai Bellő Néptánc Csoport Gála műsorán léptek fel a pápai táncosok nagy sikerrel. Müller Anita, a Pápai Vadvirág Művészeti Egyesület művészeti vezetője elmondta, hogy Kalocsai, Kalotaszegi és a mindig nagy sikert arató rába közi koreográfiát vitték. Hét páros lépett színpadra gyönyörű viseletekben. A gálaműsoron a házigazdák mellett felléptek még a buzsákról érkezett táncosok is. A gálaműsor nagy sikert aratott, és ami külön öröm, hogy sikerült szakmai egyeztetéseket is folytatni. A tervek szerint jövőre a vadvirág látja majd vendégül az ógyallai csoportot amint vízbe dobott kavics pápa két legnagyobb lakótelepének közösségfejlesztési projektje, melyhez számos program kapcsolódott már eddig is. A pályázat lassan a végéhez közeledik, de még van esemény a szervezők tarsójában. A közösségfejlesztő projekt keretében a Vajdán és a Kiliánon már tavaly is együtt díszítették a lakóközösségek a karácsonyfákat. A pályázat még tart, így nem maradhat el idén sem az ünnephez kapcsolódó program. November 18-án és 24-én várják az érdeklődőket közös díszkészítésre. Elsősorban a vajdai és a kiliáni gyerekekre, családokra számítunk, de természetesen bárki csatlakozhat ehhez a felhíváshoz, hiszen nem csak a karácsony fára, hanem az otthoni díszekhez is készíthetnek itt a gyerekek, amit haza tudnak majd vinni az ünnepi készülődés jegyében. Az első alkalom tehát november 18-án, most pénteken lesz, 16.30-tól a színház épületben. Az érkezők készíthetnek angyalkás dekorációt akár ajándékba is, valamint a közösségi díszítéshez is hozzájárulhatnak. Háromféle díszsel készül a foglalkozás vezetője Marcsinéni. néni. Óriás gömbökbe ültetünk bele manócskákat, dobozt vonunk be nagyon szép aranyanyaggal és aranyfehér szalaggal fogjuk körbevenni, díszíteni, és óriás balerinákat készítünk a fára arany dekorgumiból, amire csipke szoknyácska kerül. Ez lesz a most péntek. A második alkalom november 24-én lesz, a kezdés szintén 16.30, a helyszín pedig akkor is a színház épület. A kreatív érdeklődők asztali díszel és hóemberrel térhetnek haza. A fára a jövő héten házikót fogunk készíteni, textil házikót, amit kifordítanak, tömőanyaggal megtömnek, rá teszik a tetőt, és tobozokat kötünk rá, hogy legyen már a fenyőn toboz, toboz is. A karácsonyfákra nem csak az idei, hanem a tavalyi díszek is felkerülnek, igaz, helyet cserélnek. A vajdai fa lesz fehér és arany, a kiliáni pedig a piros mesefa a közösségi karácsonyfa díszítés előre láthatólag december 10-én és 11-én lesz. Marad a ködös idő szerdán is. A részleteket a holnapi időjárásról néhány másodperc múlva hallhatják. Az MHPAPA bázis repülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzése szerint szerdán napközben továbbra is párás ködös időre számíthatunk, felhős lesz az ég. Eső már a délelőtti órákban is előfordulhat, de számottevő csapadék délután hullhat, aztán estére eláll az eső. Kezdetben gyenge lesz a délies szél, délután aztán az éjszakira vált. Estétől újra számíthatunk köt kialakulására. A legmagasabb hőmérséklet holnap 8 és 10 fok körül alakul, késő este pedig 5-7 fokot mutatnak majd a hőmérők. Kedves nézőink, híradónkat látták kedden itt a Pápa Városi Televízióban, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!